Először is becsukjuk már. Már ráfagyott a dér. Öcsém. Nem az igazi az ablak. Mindegy. Fek a tükörbe. Na. Jaj. Elég késő van már, tehát fél éjfél van. Az óra miatt, óra szerint. És most van időm arra, hogy megcsináljam ezt a röpke videót. A videóban arról lesz szó, hogy hogyan vehetünk rá egy nagyon lassú tabletet arra. Ajtó. Szóval hogyan vehetünk rá egy nagyon lassú tabletet arra, hogy mégis dolgozzon, és azokat a dolgokat megcsinálja, amiket mi szeretnénk, tehát valamennyire elvárunk tőle. Hogy ezt jobban lássátok, meg fogom mutatni, itt van egy 12, talán 13-14 ezer forintos tablet. Természetesen azt kapjuk, amit vettünk, tehát semmi nincs benne. Van benne kettő mag, meg mit tudom én, tehát valami gatya az egész. Folyamatos, huzamosabb használat alatt ilyen 5-6 óra alatt le is merült, tehát igazán sokat nem kell várni tőle. Most ilyen 80-70-80% körül van az aksi feltöltöttséget, de ki van kapcsolva. Azért van kikapcsolva, hogy lássátok, hogy ez körülbelül mennyi idő, mire elindul. Jó? Tehát erről fog szólni a videó, hogy elmagyarázzam, hogy milyen programot kell ki, és milyen programot érdemes bekapcsolni, tehát mi az, amit ne tiltsunk le, és mi az, amit mondjuk így jobb, ha megtartunk. Ja? Na szóval. Itt van a készülék. Elvileg marha jól látjátok, ez egy Viva C701-es tablet. Semmilyen karsz nincs rajta, ez így használatból eredő. Na, hello, szóval. És most bekapcsoljuk, jó? Mert hiába nyomogatom a szélét, ugye látjuk, hogy semmi hatása nincs, úgyhogy folyamatosan nyomva tartjuk, és bekapcsol gyönyörű szép módon. Na, hogy ezt ide le is teszem, aztán majd elindul. Fölveszem a fejhallgatómat, mert én veletek ellentétben most zenét fogok hallgatni, és ez itt tök jó. Na, szóval. Az egész műveletnek az a titka, az a lényege az egésznek, hogy valami olyasmi teljesítményt kéne kinyerni belőle, ami nekünk kellene. Jó? Tehát nincs idetéve egy óra, semmi, hogy lássátok, hogy telik az idő. Ennek ellenére hát most várunk. Várunk, amíg betölt. De szó szerint addig semmit, nem tudsz vele kezdeni semmit. Addig átnyomok egy másik zenére. Igen, mert én közben itt... Ja. Ó, tessék. Tessék! Be van töltve. Ez így az egész. Te megpróbálom így mutatni, hát ha kicsivel jobban látjátok. Tehát van neki egy olyan beállítások menüje, itt a szélén, itt az ujjam, látjátok? Tehát a beállítások menü, teljesen magyar nyelvű, tehát ez elvileg használni fog nektek. Minden egyes Androidban, ugye itt várni kell ennyit, úgyhogy látjátok a verziót, ez mondjuk pont egy 5.1-es, de semmit nem változtat rajta. Kernel verzió, build szám, és minél nagyobb az Android verzió, az annál lassabb lesz ez a készülék. Ja? Na, tehát visszamegyünk, és van egy olyan, hogy alkalmazások, tehát ez app. Ezt megnyomjuk, és így várni kell, mire betölt. Elég gatya az egész, közben kicsit ezt lealakítom, mert bele fog zavarni az előadásomba, illetve a monológomba. Na, tehát amit most látunk, azok a letöltött játékok, amiket a fiam letöltött, és egy nagyon pici része az, amit már mi tettünk be, hogy használjuk. Itt a Hangouts, de ezt nem használjuk, úgyhogy ezt el is lehetne kapcsolni. Mindegy, egyelőre hagyjuk, hát a nagymamával tudunk beszélni. De ennyi az egész. Tehát ezek azok, amiket letöltöttünk. A következő a futó. A futó alkalmazás természetesen nem igaz, ugyanis az Androidban rengeteg alkalmazás fut, az is, ami itt a listában nincs benne. Na, úgyhogy 1, 2, 3, 4, 5 alkalmazás. Tehát ez egy kicsit nevetséges, ugyanis ez marhára így van. Itt van egy olyan, hogy Exchange, de ezt nem lehet letiltani se. Tehát ennyi.
ugyanúgy visszakerül ide később, log settings, meg ilyesmi. Ezek nem, hogy is mondjam, nem olyan alkalmazások, amik tesznek valamit, csak úgy van. Elég sok olyan program van benne, ami csak úgy van. Akkor is fut, ha kell, ha nem. Az egészben az a trükk, hogy nincs engedélyezve egy csomó. Ha nincs engedélyezve, az tényleg nem fog tudni futni. Ami le van tiltva, az tényleg nem fog tudni elindulni se. Jó? Ez most egy relatív kicsi lista, de rendkívül sokat számít. Például itt van az egyik a Facebook. 145 mega. Van itt egy Chrome, ami 43 mega. Van itt egy másik böngésző 2.8, de ez is nevetséges. Egyikre sincsen szükség. Aztán az összesben itt találunk még egy nagy kalap olyan programot, amire marhára nincs meg, például a zenét megjelenítő háttérképek. Igen, én is látom, hogy összesen pár kilobájt az egész, de nem, megy a kukába, tehát letiltjuk. Kényszerített leállítás, ilyenkor már persze szükségtelen, fölösleges, de nem baj, azért megcsináljuk. Tehát egy csomó olyan van benne, ami nekünk marhára. Itt az update, tessék. Az update végzi ennek a Vivának, ugye, amit látunk, a Vivának a gyári update ügyeit, de nem letiltható. Tehát itt nincs ilyen gombom, hogy letiltás, jó? Aztán mi van itt még? Játék, térkép. Most a térkép sem nagyon lesz használva, ezért ezt az 50 megabajtot, ezt letakarítjuk innen, és nem fog elindulni, tehát ezáltal is talán egy hangyányit kicsit gyorsabb lesz a tabletünk. Minden egyes olyan programot, amit tudjuk előre, hogy nem fogunk használni telefon. Tessék, egy olyan készüléken van telefon app, amin nem is lehet tárcsázni, mert nincs bele SIM-kártya tevő hely, tehát nincs lehetőségem sincs letiltani. Természetesen ezt most pillanatban leállítottuk. Talkback. Ez mi a francnak? Nem kell esse. Ezt is ugyanúgy letiltjuk a francba. Kényszerített leállítás. Oké. Nincsen erre szükségünk nekünk. Számológép, az sem nagyon kéne. Self-care rendszer, UI, proxy handler, pack processzor, óra, OpenVNN, az Open Virtual Networking, akármicsoda, az csak pár kilobajt. Nyomtatási sor kezelő. Természetesen nem fogunk nyomtatni róla. Aki nyomtat róla, és sorba akarja kötni ezeket a dolgokat, azok mindenképpen, én azt javaslom, hogy töröljék ki a francba, akik nem használják. Van itt még névjegyzék, 4 megabájt. Nem lesz névjegyzék, mert ne felejtsük el, hogy nincsen rajta SIM-kártya, tehát ez nem fog menni. Naptár, maga a naptár sem kell, mint app. Tudom, nem sok, mert csak 3 mega körül van valahol, de nem. Jó? Minden egyes megabájtot, amit föl lehet szabadítani, ezt igenis zene. Nem lesz zenehallgatás ezen az eszközön. Nincs rajta zene, úgyhogy viszlát. Mi van, névjegytár? A névjegytárat ezt nem veszük komolyan, tehát nincsen telefon benne, mint telefonálási funkció, úgyhogy ez is viszlát. Mi van itt még? Mozog az játék. Mobil hálózat konfig, mobil adat konfig. Ezt nem lehet letiltani se, de nem baj, ezeket töröljük belőle a jövőtet is. Oké, következő. Mindtest, ez egy játék. Megbízható arc. A megbízható arc az egy olyan program, hogy arccal lehet unlockolni, tehát kinyitni a készüléket, és hogyha nem vagy megborotválkozva, és utána megborotválkozol, akkor utána vége van itt a dalnak. Letöltések, külön letöltés közül lejátszó. Ez a lejátszó, ezt javaslom mindenkinek, aki ezt tudja használni, mert a nagyon gyenge teljesítményű tableteken, mint amilyen ez is, a VLC nem teljesít jól. Csak a kicsi lejátszók teljesítenek jól a kicsi teljesítményű tableteken. Hírek és időjárás. 6-7 megabajt körül. Úgyhogy viszlát, ennek is elbúcsózunk. Aztán mi van itt még? Hey, HTML megtekintő 20 kilobajt, ennyi kilobajt, Hangouts, ezt egyelőre adjuk, pedig marhára nem kell, Google billentyűzet maradhat, szövegfelolvasó. Na hát arra sincsen szükség, hogy szöveget felolvasom. Ráadásul a szövegfelolvasó erősebb tableteken sem igazán működik teljesen problémamentesen. Google Play marad, mert rengeteg játékot használ, itt a Play zene.
Most a play zenéről azt kell tudni, hogy a play zene fizetős dolog, és az azt jelenti, hogy zenét kifizetni és letölteni, erre való ez a program, másra olyan nagyon nem. Ráadásul aztán nem lesz zene alatt, és a play könyvek 18 megabájt, ettől is elbúcsúzunk. Amikor le van tiltva, akkor van egy csomó olyan eset, amikor még össze is megy méretben, tehát kisebb lesz, mert a gyári eredeti program megy vissza rá. Play újságos 20 megabájt, és frankon ki az, aki újságot vesz a Google-en, tehát tiszta nevetséges. Ezt is leállítjuk, kényszerített leállítás, oké, tovább. Playfilmek. A playfilmek is ugyanaz, aki kifizeti a filmeket a Google-en, és meg akarja nézni, és így, hogy mondjam, birtokolja a filmet, és akkor de jó. A következő partner setup, one time limit, backup transport, Google alkalmazás, az magának a Google-nek, a maga Gmail. Hát, Gmail hiába sok, azért csak hagyjuk rajta, mert jönnek ellenőrző dolgok, az is játék galéria, a képek nézésére jó, fűzlök és ilyen fotók, na ez az, ami nem kell, mert az a Google-nek a fotója. Oké, tovább. Fűzlökésen futó képernyő védők. Ez se sok, 200 kilobájt, de azért elbúcsúzunk ettől is, mert marhára nem fog kellene képernyő. Fiókkezelő, file manager, exchange. Na ezt a legszívesebben letiltanám, hogy exchange szolgáltatás, de nem lehet, mert a Google összeomlik tőle. Mi van itt még? Élő háttérképválasztó, elmosódott cseppek, ez nevetséges, ezt inkább ki is kerülöm. Dokumentumok, csomagtelepítő, ez nagyon hasznos. A csomagtelepítő azért hasznos, mert föl lehet telepíteni olyan programot is, ami hát nem igazán eredeti, mondjuk ki egyszerű módon, hát lopott játék föl lehet telepíteni. Címkék, sakjáték, hídépítő, buborékos, blackout, ez mind kilobájtos fackok, tehát nem valami fontos. Beállításvarázsló, maga a beállítások 5 meg a webviewer, élő háttérkép, hát ez is jó, tudom, pici, de ettől is elbúcsúzunk érzékenyen, brühühű, és kész. Jó? Tehát amit most látunk, a nem engedélyezettek között lényegesen nagyobb a lista. Egy csomó olyan program van benne, ami szó szerint nem kell fölösleges, és ezért a nagyon pici tabletünk alkalmasá válik arra, hogy azokat a játékokat futtassa, amik itt vannak. Elvileg ezek nem is futnának ezen a tableten, mert olyan vacak, mondjuk nevetségesen semmibe vehető teljesítménye van, hogy az már tényleg gatya, nagyon. Na, mutatok egy jó példát, jó, mert most kész vagyunk a tabletnek a beállításával, így nagyjából. Most csinálok egy szervert, mindjárt meglátjátok, egy pillanat türelmet kérek szépen. Tehát itt, a számítógépen, ugyanazzal a játékkal én csinálok egy ilyen szervert, be kell ütni hozzá a bonyolult kódot. Így, elindítom a szervert, ez egy ilyen host folyamat. Most ne nézzetek ilyen furcsán rám, hogy miért van banán a kezemben, jó? Ez most azért van benne, mert mit tudom én, akkor előveszek egy fákját inkább, hogy ezt titeket ne zavarjon. Jó, és a lényeg az, hogy egy tablettel ellenőrizzük, hogy be van kapcsolva a Wi-Fi jel. Jó? Tehát a Wi-Fi jel be van kapcsolva, akkor kijelöljük azt az IP címet, amin múltkor voltunk, beírjuk a felhasználó nevet, hogy mondjuk Noel, megadunk egy olyan jelszót, ami a mi nevünket védi. Tehát ez nem a jelsz, a szerverre való felcsatlakozáshoz kell, ez azért kell, hogy ezt a nevet az adott szerveren megvédjük, és akkor egyszerűen csak felcsatlakozunk a szerverre. Elvileg jó IP címet írtam be, természetesen ez már is kérdőjeles, ugyanis nem biztos, hogy jó az a szerver cím, így van. Rossz IP címet írtam be, így ezt kézzel meg kell írni újra, mert ez az, ez az IP cím nem megfelelő. Ebben az esetben a kedvencek közül ezt vélem gyorsan lehet takarítani, és akkor be lehet írni egy saját IP címet, ugye, amit pontosan tudunk, mert megkaptuk a többiektől, ez a 178.164.130, hát ezt olvasom a képernyőről természetesen, és tudom a fejből, és 52, enter, és az most hova lett? Hát ezt most nem fogom tudni, újra, nem tudom, most valahogy eltűnt. Újra, 178, újra meg kell csinálnom az egészet, 100,
64, 136, de rossz helyre írom egyébként. És lehet, hogy meg fogsz jönni, mindegy, 52. Így van, tehát most írom jó helyre, és akkor ez a kerek 30 000-es a port. Beírtam az IP címet a portot mellé, és a névhez tartozó pici egyszerű jelszót, és már is kapcsolódunk ahhoz. Appa, bocsánat, kicsit nagy betűvel kellett volna írnom. Ez nagy betű, és akkor ide. Elnézést a kényelmetlenségért, csak ezeket a dolgokat már kicsit elfelejtettem. És akkor így regisztrálva van a szerveren a nagy Noel név, és akkor így egyből. Jó, ott van egy pár média, amit le kell töltsön, de teljesen magyar nyelvű szoftver egyébként. Most direkt bedobott egy pár angol szót, hogy idegesítsen. Amúgy magyar. Na, úgy kell elképzelni azt az egészet, hogy működik. Ja? Tehát annak ellenére, hogy a tablet nem képes ennek a játéknak a futtatására, azokkal a kiegészítőkkel, amiket leszettünk róla, hogy ne, szó szerint ne gátolják a sebesség elérésében ne gátolják, ezért ez egyszerűen csak működik. Most meg fogok fordulni, és nem látok nagy látótávot, de ott a szerver, ugye azt látjuk. Most megfogom az egeret, ami ugye itt van, és a szerver játékosa meg fog mozdulni, mert ez ilyen furcsa. Tehát megkeresem, hogy hol van a másik játékos, és akkor szépen oda megyek hozzá. Ugye látjuk ezt a... Opa! Végigmentem egy falnak. Ez kicsit tréfás volt, mindegy. Tehát az a lényeg, hogy működik. Most egy kézzel próbálok itt csinálni egyszerre mindent, tehát nem nyerő. Mindegy, az a lényeg, hogy a tablet képes arra, hogy olyan játékokat futtasson, amit amúgy nem képes, annak ellenére, hogy erre nem tervezték. Tehát fut rajta egy olyan játék, ami nem erre való, hanem sokkal erősebb gépekre írták, illetve arra van optimalizálva, de kicsit talán akadozik is, de akkor is meg tudjuk játszani azt a játékot. Még multiplayerben is, tehát mutatom még egyszer, itt van hálózati kapcsolatunk, és a hálózati kapcsolaton rajta léve, rajta vagyunk, ugye, és akkor ez azt jelenti, hogy föl tudunk csatlakozni a szerverekre is, ami ugye föl van az interneten. Nem csak a saját szerverre tudunk fölcsatlakozni, hanem egy csomó másféle szerverre fel tudunk menni. Az egésznek az a lényege, hogy a tablet nem elég, hogy lassú, le van terhelve. Le van terhelve olyan dolgokkal, amit a gyár alapból belerak. És ami miatt bele van rakva gyárilag, az a sok-sok minden, ezért nem alkalmas a tablet a játékok futtatására. Szóval azokat a játékokat, meg azokat a programokat, amik benne vannak a tabletben, ki kell takarítani. Az összes olyan programot ki kell takarítani belőle, ami nekünk nem kell. Tudjuk, hogy nem kell. Jó? Tehát mutatom még egyszer, hogy mi az, amit nyugodtan ki lehet takarítani belőle. A nincsenek engedélyezve listában, tehát a következők. Jó? Böngésző. Ne böngészünk a tableten. De ezt most komolyan mondom, tehát senki ne böngészzen tableten. Ne nézzen videót tableten. A két legdurvább energiavámpír. Ne facebookozzunk. 200, jó, nem 200 persze, de 150 megabájtos Facebook. Tehát nevetséges, komolyan. És annyit meg is eszik a memóriából. Aztán fotó, meg Google Play újságos, Google Play zene, szövegfelolvasó, hírek időjárás, zenelejátszás, nyomtatási sorkezelő, maga a YouTube. Ne nézzünk YouTube-on videót a tableten. Nem arra való. A tablet arra való. Most van, aki biztos YouTube-ozni akar, mert arra vett a tabletet, hogy ő hátradől és YouTube-oz, akkor az YouTube-ozzon a franc bánja. Az egész videónak azért van értelme, mert úgy válogattam össze ezeket a dolgokat, ahogy egy 7 éves fiúnak elvileg ideális. Tehát a tableten ne legyen YouTube egy 7 éves fiúnak, én azt mondom. Ő nézhet mesét, ugyanis bele van téve, most ezt így nem látjátok, kicsit lezárom. Ezt nem látjátok, de megmutatom. Tehát a Viva C701-ben nincsen szétszerelési útmutató. Mit, hogyan kell csinálni? Jó elős karom kell hozzá, mert kicsi női körmökkel ez nem jön le. Le lehet venni a végét. És ha levettük a végét, akkor memóriakártyát lehet beletenni. Ez nincs benne a használati útmutatóba.
De bele lehet tenni ezt az egész tokot, elejt. Ezt le lehet venni. És egy csomó tabletnek nincs elmondva a használati útmutatója, hogy ezt le lehet venni. És itt van benne, ugye látjuk, egy nem belevaló, ez most per pillanat egy Toshiba 16-os kártya, ami elég olcsónak számít manapság, mindegy. Itt van egy ilyen külső antennaszerű, nem tudom micsoda, amikor ezt ráteszem, ez rövidre zárja, ez elvileg jelent valamit. Hogyha ezt így megnyomkodjuk, és néha elveszti a kontaktot, akkor kiírja, hogy a memóriakártyával van valami. Nem tudja, nem talán nem olyan fontos. Az egészben az a lényeg, hogy mi is csak azért vettük, hogy gyerek tudjon pihengetni meg. Megmondom őszintén, az is benne van, hogy kicsit kevesebbet kell foglalkozni a gyerekkel, azért is vettük, de 16 ezer forintért teljesítményt nem lehet elvárni. De ha már megvettük, most visszaraktam. Tehát ha már megvettük a készüléket, hogy elszaladt az idő. Na mindegy, szóval ha már megvettük a készüléket, akkor használjuk a legjobb lehetőségekhez képest. Tehát jó, természetesen így is lesz benne egy csomó olyan játék, ami marhára nem fut rajta, mert kell hozzá ilyen processzor, meg olyan videokártya, meg itt tudom én, ami így bele van integrálva, ez is kell hozzá, meg az is kell hozzá, meg 2 liter tej, meg 6 kiló liszt, meg mit tudom én. Sima. Ez a Triplatón nevű játék, itt 3 fűből lesz egy bokor, meg úgy van, hogy 3 bokorból lesz egy kis ház, de nem nagyon kell nagyon variálni, vagy nem, fa, igen, és akkor 3 fából lesz kis ház, stb. Ez valami egyszerű kis játék. De az a lényeg, hogy fut rajta, tehát nem akadozik, nem vacakol, egyszerűen csak megy. Így is mennyi dolog volt már memóriában. Szóval fut, megy, működik. A másik a háttér. Jó? A háttérképeknél igyekezzünk a full fekete képére. Jó? Úgy van, hogy kép kiválasztása és galéria. Szóval nincs benne semmi. Nagyon jó. Hát akkor nézzünk valami sötétebbet, feketét. Még az a lovas az bénán néz ki, de itt a csokoládétes. Vagy mi az a szar, mindegy. Na, az a lényeg, hogy minél sötétebb legyen, lehetőleg teljesen fekete, ugyanis a teljesen fekete megnöveli az aksinak az élettartamát, ráadásul ez a másik hatalmas trükk, a fényerő. Jó, a fényerőt levesszük, hogy ne világítson annyira, ez leoltott lámpánál nagy előny, egyébként meg hátrány. Szóval remélem tudtam segíteni ezzel a pici röpke bemutatóval, hát ha elértem ezzel valamit, illetve legalább 1-2 embernek segítettem, hogy mégis mik azok a programok, amiket itt a alkalmazások beállításban be lehet állítani, hogy na most tűnsz a fenébe, tehát kiválasztjuk az összeset, és az összes alkalmazások közül azokat a dolgokat, amikre mi úgy gondoljuk, hogy nem fog kelleni, azokat eltakarítjuk az útból, és ezzel annyi erőt nyerünk, amivel meg lehet hajtani a játékot is, amire elvileg nincs felkészítve a kis tabletünk sem. Munkasegéd, work assistant, tiszta nevetséges. Jó, mi van itt még? Beállítás, stb. Buborék. Elvileg én már az összesen dolgot lesz config updater. Itt egy config updater. A config updater az egy olyan dolog, ami hát most vagy kell, vagy nem. De mivel 7 megabyte, úgyhogy viszlát. A config updater magának a confignak, amit itt látunk, ennek az egész programbeállítás csomagnak a frissítője. De mivel frissítés már nem érkezik hozzá, mert nagyon-nagyon régi, a gyár is megszűnt, úgyhogy nagyon nem akarok én ezzel foglalkozni. Mi van itt egy fiókkezelő, fűzlökésen, ez egy nagy kalapjáték, Google partner beállítása, egytelmény, stb. Ezek már tényleg ilyen elhanyagolható apróságok. A nagy dolgokat, a nagy és leterhelő dolgokat mindenképpen takarítsuk el a gépről. Jó? YouTube, VLC, jó, a VLC-t teljesen le lehetett szedni. De a YouTube-ot nem lehet leszedni róla. Hiába van ide betéve, vagy le van tiltva, semmi, nulla. Nem lehet letakarítani. 22 megállt akkor is foglal, ha tetszik, hanem, de legalább nem fut, tehát nem terhel. Csak a tárhelyen terhel, tehát nem a processzor terheli tovább. Térkép, hát nem nagyon lesz használva a térkép. Nem fogunk túrákat csinálni vele, mert arra ott egy profi telefon, stb.
zene, stb. Na, oké. Tehát vége a videónak, jó, és akkor ezt kikapcsolom. És akkor ennyi volt a videó. Remélem segítettem. Ha sokaknak nem is, de legalább egy pár embernek.